Szevasztok! Széltoló vagyok a Lootmastersztól, ez pedig ismételten a Watcher of Realms. Új részéhez érkezett az Immortal Codex. Méghozzá becsusszant itt nekünk egy olyan, hogy Furious Torrent, aminek szintén van, hát ez a szokásos négy képe, elő, zöngéje, mint olyan, és aztán jön a boss. Nézzük, hogy mit is tudunk ebből kihozni. Azt mondja, stop me after leaving the disturbing remark, the great Pelagius vanished into thin air. Hát akkor megállítunk. Nézzük, hogy mit tudunk ebből kihozni. Ezek mind madarakok. Úgyhogy lényegileg légvédelmet kell fölépíteni. Nézzük, hogy összesen 6 emberrel mit tudunk elérni. Tehát azt mondja, hogy itt minden kelletek, hanem nézzünk archerokat. Elvileg itt nekem van egy lunériám, aki ide nagyon jól fog tudni jönni. Illetve a hozzávaló népségek. Hát mit tudom én, legyen a két AOS még ide szélre. Aztán meglássuk, hogy ebből mit tudunk kihozni. Később szükség lesz a heavy hitterekre, akik nem ebből a frakcióból vannak, hanem mondjuk, hogy te se ebből a frakcióból vagy. Úgyhogy helyetted akkor talán jöjjön Nix. Pusztán amihez tartás kedvéért. Na nézzük, hogy ebből így mit tudunk kiokoskodni. Van-e szükség esetleg healerre, vagy valami ilyesmire? Majd mindjárt elválik. Tehát... azt tudjuk. Present deals substantial damage to heroes in battle after certain period. Vanquish the surrounding monsters and destroy his tridents. Hájó, hát majd meglássuk, hogy hol van. Aha, itt van ez a tridents. És gondolom, hogyha battle-t, akkor komolyabb sebzést fog produkálni. Így, single targetosok nagyjából megvannak. És akkor jöjjenek az AOE-sok. Föltételezzem, hogy ez fölöttébb könnyű lesz így elsőre. Tehát most jön valaki, akit ki kell nyírni, és akkor attól hílelődünk. Hát jó. Mivel hogy healert ugyebár nem pakoltam. Oké. Jó, hát ez volt a könnyűje, hogy úgy mondjuk. Nézzük, hogy mi vár ránk. Ahogy elnézem, a map nem módosult. Úgyhogy... akkor mégsem módosítunk semmit. Unleashing the mysteries. My aim is true. Even blood, I strike true. Bleeding evil dry. Release the floodgates! Vanquishing the damned! Hát ez egyelőre is szolidnak néz ki. Jönnek tonnaszám, mint meg írjuk őket tonnaszám. Their ignorance has been punished.
Jó? Jöjjön a következő. Na, itt már történnek változások a mapban. Tehát mindösszesen 4 őst tehetek ki. Vagy esetleg ide is. Hogy hogy is? Tehát, hogy innen is, meg innen is jönnek, és ide kell bevédeni. Ó, anyám! Hát ez enyhén szólva. Ura! Na, de majd mindjárt meglátjuk, hogy hogy képzelik ezt. Hogy van ez fejben összerakka. Fogalmazzunk úgy, hogy fölöttébb érdekes. Tehát innen és innen érkeznek. The deep calls. My aim is true. Bleeding evil dry. Even blind, I strike true. Unleashing the mysteries of nature. Cow Devora! Bullseye! I will rid these monsters of impurities. Egyelőre szolidnak néz ki. Shadows can't hide you. Ez volt a healer videó. Jó, ez egyelőre okésnak tűnik. Zucs. Jó. Oké. Akkor nézzük az utolsót meg. Nézzük meg magunknak az utolsó ilyen szakasz, ahogy elnézem, itt változás nem történik. 202.000-et igényel, mink 390-nel megyünk bele. Úgyhogy elvileg itt se kellene, hogy komolyabb probléma legyen. Kezdünk veled, illetve veled. Te jöhetsz ide, te jöhetsz ide. És lényegileg innen levisszük az egészet. The agony lingers. Shadows can't hide you. Jó, ez rendesen néz ki egyelőre, minden okénak. Még ez egy ilyen utolsó szórakozvány innen, amit Nix simán lehoz, illetve egy középről. És akkor köszöntem szépen, érkezünk a bosshoz, amit mindjárt meg is lesünk, hogy mit fog tudni ellenünk tenni, illetve hogy fog ez az egész kinézni. Tehát azt mondja, hogy Furious Torrent, Popular Heroes, hát az még gyűjtődik. Pelagix Farm és a többi King's Grace. Na! Hát akkor rogy bele! Amondó vagyok, hogy maradjunk akkor ugyanúgy, ahogy eddig is voltunk. Mert térképet ugyan nem látok. De ez mindjárt meg fog változni, amint belecsurranunk a történetbe. Tudj! Tehát innen-onnan és amonnan
kell lőnünk. Ezek így itten mennek, mennek, mendegélnek. Úgyhogy... Te gyere ide! My aim is true. Unleashing the mysteries of nature. Even blind, I strike true. Aztán tessék szórni. Lehet, hogy ez egy tök nagy hülyeség, ahogy most így beálltam itten, de valahogy meg kell akadályozni, hogy ezek a szarjankók itt körülmenjenek az egész mappon. If it is possible. Meg a tridenteket is kontroll alatt kell tartani. És Nyx eléggé szépen tud itt egymaga AOE-zni. Na és akkor nézzük ezt a bosszrást, hogy itt mit tudunk mink elrendezni. Egyenlőre a fésaknak nézünk ki. Jó, hát itt healeni nem sokat bírok, ugyebár a lényeg az, hogy ezeket a healer mukikat, akik itt út közben jönnek, azokat lelőjük, mint például ezt a virágot itten, aki most éppen kapja, így. És ezzel így heal-el. És valahogy meggátolni, hogy ezek a jószágok ezek itten körüléjenek teljesen. Hát már tén tartunk, ami nem egy olyan hű, de nagy vasziszt, de kitartóan ütünk, aztán majd meglátjuk, hogy mit jelent ez, hogy körülérnek. Tehát ameddig ezeket a vackokat ütjük, addig a boss nem sérül, ami elég kellemetlen. És ez ki is feküztet. Jó, tehát C-t sikerült elérnünk 388 ezer font értékében. Na most ezt meg fogjuk próbálni újra. Csak próbálkozunk egy olyant megoldani, hogy kiszedjük a single targetosokat. Például téged meg téged, és bányomunk egy-két ilyet. Illetve ki van még single targetos, te is single targetos vagy. És kink van még itten. Próbáljuk meg Maul-t. My trident thirsts for blood. Jó. Na, próbáljuk meg így, itt most akkor valamennyivel több AOE damage-ünk van. Meglátjuk, hogy ezzel esetlegesen valami jobb eredményt el tudunk-e érni. Te itt ki vagy? Te vagy itt a Mari? Bizi buzi? Na tehát azt mondja, hogy egy AOE innen, másik AOE eminnen, harmadik AOE eminnen. Te jössz ide supportra, te jössz ide supportra, te pedig jössz ide supportra, nyomjuk az ultit, és hallás, mit tudunk ebből elrendezni. Elvileg jobban kellene, hogy menjen a dolog. Hangsúlyozom, elvileg. Egészségünkre rája, maradt május 1-éről. Caldevora!
Harcoljon! Tett rám már az elején lefektette az alapszabályokat, úgy látom. Úgy látom, hogy már most eljutottuk az előző szintjére, sőt meg is haladtuk. Már B-nél tartunk. Hadd menjen! $500,000, ez már jobb, mint az előbb volt. B plusz, nagyszerű. Ennyi voltok. Jól van, hát ez így akkor már egy eredményesebb run volt. Ennek köszönhetően belekerültünk hozzávetőlegesen a mindjárt meg is látjuk, hogy milyen top százalékban. Top 44. Hát, oké. Semmitől több. Nézzük a point rewardokat. Tehát 510-ünk volt ugyebár. 640-nel kellett volna jutnunk az A-hoz. Mennyit hoztok a legtöbben egyelőre? 1.813.000-et. Hát igen. Mondjuk rá Aracsa, bár ő nem tudom, hogy ő ki se játszható valójában ezen a képen, csak a bónusz miatt van jelen, és majd hogy nem tette healer. Hova játszottak ki a healert? Meg őt is valójában. És Nix, Razak, érdekes. Aracsa, Nix, Razak. Pelagios, természetesen. És heal, és heal. Ez fölöttébb érdekes. Természetesen A5-ösre kifejlesztve mindenki. Miért nem vagyok meglepve? Jó van, hát lényegileg az alaptétel az ez, hogy légvédelem, és ami a csövön kifér, befér, azzal kell ütni Pelagiost nem normális módon. Jó van, fiúk, lányok és egyéb váltónemű Lootmaster rajongók, ennyik lettünk volna akkor mára Pelagiosszal az Immortal Codexben. Én még mindig Széltoló vagyok, ti pedig továbbra is vigyázzatok egymásra, magatokra, mindenkire, és találkozunk a következő videóban is. Na szevasztok!